a mi társadalmunk, vagy a világ társadalma úgy dolgozna, mint a méhek, nem volna soha háború, nem volna soha veszekedés, nem kéne bíróságra menni, pillanatok alatt működnek, és ott mindenki dolgozik, és jót akar. Tehát nincs rossz szándék. Az, hogy a méhecske engem megcsíp, nem azért csíp, mert én vagyok a rossz, meg ő a rossz, belementem a útjából. Én már 42 éve foglalkozik méhészettel. Ha visszaemlékezik a kezdeti időszakra, mikor vált ez a hobbi ekkora szenvedélyé? Én úgy gondoltam, hogy én már a méhés sose lesz, és valahogy a sors úgy hozta, hogy egy Isten nyugasztó méhész barátom, vagy a édesapám barátja, aki bejutott első rajt, mondta, hogy gyerek, te méhész lesz, hát a tiád már te vetted észre. És mondom, akkor mi lesz ezzel? És akkor ne aggódj semmit, akkor beütötte egy kasba, és akkor másnap hozott egy öreg kaptárt, beütötte, azt hogy itt vannak tiaid. Na no, mondom, Isten, milyen az itt a viccül, aztán egy-két hát ide jött, megnézte őket, és akkor így adta Olyan bonyolult rendszer alapján működik uh, a lények élete. Azt mondja, fiatalon kapott csak úgy egy mékast. Hogyan tudta, hogy mi a teendő vele? Nem tudtam, hanem az az idős bácsi. magyarázta, mit kell csinálni, és értettem, úgy, úgy mintha önnek mondom, hogy most még, miért rajzolt ki? Mert szaporodni akar. Elvált a család, fél család kiment, ott van beütöttük egy kasba, akkor az a anyahívásról bejött a többi oda, ugye szépen megültek ott, ő elveszette azt a freont, rögtön freont vált, tehát illatot, én betettem egy másik kaptárba, 4-5 óra eltelik, akkor ők megnyugosznak, váltnak még egy fajta freonra, még egy fajta illatra, ami csak a ő és Rajvú csinálunk egy fiatal családot, illetve már van család, de termelő család csak jövőre és vele, tehát az idén egy 8-10 keretre, annyi eledelt hagyunk neki, tehát szeptember-októberre, hogy átteleljen, és betelehetessük le orvossághoz, lefertőtelésük, és tavasszal egy erőteljes család lesz, amire mézteret teszünk, és tudunk pörgetni tőle pár kiló mézet, illetve attól mennyire van ugye ez a mézlegelő. Ha közelebb van, akkor többet tudnak hordani, tehát olyan, mint az ember hogyha 100 méterű hordja egy kilót, vagy a 200 méterű, vagy a 3 kilométerű, tehát az nem, nem mindegy. Hál' Istennek, most itt a repce közel, 30 éve itt nem volt repce. Akkor az nagy öröm most. Először az nem öröm volt, hanem öröm, ugyanis délben parmeteztek, és amelyik méhet parmet érte, azt a család nem engedi haza, mert meg van mérgezve, azt megölik, leölik a sajátjukat. És találtak egyébként megoldást arra a parmetezési problémára? Na no, most igazgatósít, nem, azt mondta, hogy a, a de nem viszi el a méheket. Tiszta igaza volt neki, nem viszi el a méheket, de lefújják a méheket méreggel. Pármetet kap, a mély, amikor jön haza, vagy megy ki dolgozni, ő nem érzi, jön haza, nem engedik be, mert a preont az illatot, leölik mind az idegent. Ugyanis egy családból, egy mély kaptárból, ha kimennek a méhek, 60 centinként vannak a mély családok. Ha egy mé nem bírja, telehordja magát, nagyon-nagyon nagy terhet hoz, leszáll két méter előbb, ha megvan rakodva, tehát tele vagyok mézzel, leszállt egy idegen röpnyílásra. Ottani katonák megvárják, hoppá az idegen. De tele van mézzel, nem bántják, bekísérik, ki kell rakodni, kikísérik, el kell tűnni. Ha úgy száll, hogy nincs semmi, megölik és általában. Ez egészen elképesztő. Teljes mértékben belelát. Hát a az a helyzet, életébe. hogy azért, ha elmegyek, ugye, mit tudom én, a 30-40 kaptál előtt, én hallom, itt sírnak a méhek, itt baj van, ő rajozni akar, ma is az történt. Kimegyek, ezt most szennem, már ki akar rajozni, ki sem mondtam magamba, hogy bánt, vagy nem is mondtam hangosan, a, a rajzott is ki már az az úgás, megtanulja a fül, minden már nagy szót hallok kicsikét, de a méz Ezzel mondatom. szemben viszont milyen előítéletek élnek a méhekkel szemben. Ugye én is úgy, úgy érkeztem, hogy mennyire félek a méhektől, a csípéstől közben, meg én nem láttam, hogy ez egy ilyen csodálatos rendszer alapján működik. Ö... Ön szerint a társadalom hogyan ítéli meg ezeket a teremtményeket? A mi társadalmunk, vagy a világ társadalma úgy dolgozna, mint a méhek, mint a méhek ritmusa, mint a méhek, amit tudnak, nem volna soha háború, nem volna soha veszekedés, nem kéne bíróságra menni, pillanatok alatt működnek, és ott mindenki dolgozik és jót akar. Tehát nincs rossz szándék. Az, hogy a méhecske engem megcsíp, nem azért csíp, mert én vagyok a rossz, meg ő a rossz, belementem a útjába, ugye. Ha elszedjük a mézet, észreveszi, hogy Na no, most itt kezdődik az a csúnya szó, hogy a méhész ellopta. Ők kapnak egy icipici sokkot, már minden nem szedjük az ére, ugye? Most itt akarsz, bevirágzik akarsz, azt megint leszedjük. 90 ban ott hagyjuk, ami ő Akkor a ha sikerül a faszélia megint. Aztán egy ilyen pauza. Júliustól, ilyen augusztus 10 réti virágot, nyári virágot gyűjtögetnek, de ott nincs méhlegelő. Mé 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 méh tehát akkor nagyon kevés, ahol Isten bántani a sőt, mitőbb, olyankor sárkentenni kell a méheket. Hogy Hogyan serkentél? Úgy serkentjük, hogy a kicsikét ráétetünk, tehát szirupot, szirupot, csinálunk, vagy pedig a tavalyi mézbű keveset, szépen, vagy, vagy méz csinálunk, az azért érkő, nagyon keveset, hogy a anya érezze, hogy van hordás, akkor nem hagyja abba a fiasítást. Tehát anya állandóan rakja a petéket, és akkor a család szaporodik. Ugyanis a dolgozó, mindegy, hogy van hordás, nincs hordás, ha 28 napig keresgényé megy ki, vagy a sokat hord, ugyanabban időben úgy Ő neki megvan egy, hata, egy élet a szabba. Úgy, mint embereknek is, csak ha nem tudjuk, hogy van, aki 40, 30, 50, 70, 90, mint év, Ugye? De ott pont megvan az a, az a 28 téli méheknél 42 nap, akik pedig nem dolgoztak, ha azok pedig tavasszal Tehát ilyenkor, illetve már egy hónapja, az általán méhek közül egyetlen egy van minden kaptárban, amit tavaly az a anya. A többi az mind új. Talán kevesen tudják, hogy ha a méhek kipusztulnának, akkor az emberek csupán négy évvel élnék ezt túl. Ö, igen, igen. És be is van bizonyítva. Méhek Szinte mindenhol ott vannak. Milliófajta bogár is, de olyan precízen, pontosan, mint a méhek dolgoznak, úgy nem dolgozik egyetlen egyfajta lóvá se. De és akkor mi mit tudunk csinálni, emberek, hogy megóvjuk őket? Annyi fajta pármetét használnak, mert mindenki a kvantumot akarja termelni, tehát semmi se ölék. Csak lepármetezem, és csak nekem legyen tehát a legszebb, legnagyobb hasznom, vagy a mindegy, mi ez a pusztító méheket. Olvassuk, hogy most már még kímélő ilyen pármát, olyan pármát, de mégis mégiscsak az mind a összes méreg, uh -huh. és bármilyen kiskárba főleg jönnek le, ugye a barátaink, csallók közben veszik a házakat, és akkor minden, minden pármát megvesz, hogy nekem legyen a legszebb almám, a azon senki nem gondolkodik a kiskártékbe is, méhákká is foglalkoznak, hogy melyik az a mély kímélő, vagy pedig országszerte olyan többi kell hozni, hogy igenis, de ne csak írjuk, hogy még kímélő, hanem az is legyen. Ha visszaemlékezik a kezdeti időszakra, amiről ugye beszéltünk is, hogy megkapta az első kaptárt, belevágott ebbe az életformába, mennyivel nehezebb most Ö, te Most tehát a Permetekkel, ha dolgozunk, vagyis beszélgetünk, sokkal nehezebb. Abban az időben először is a Permetek egy tizedese volt, őseink, tehát a 40-as, 50-as évekből, akkor is permeteztek, permetezték a magherét, szóval bármit, de minden ELD, úgynevezett ELD tudta, hogy reggel fél négy, négykor felszállt a kisrepülő, hétkor, fél hétkor leszállt, tovább nem parmatezett. És ha meg volt az a bizonyos rész, például a Makhara, ami ha meg van mérgezve, nem megy rá. Ő érzi, hogy meg van mérgezve. Ja. Tehát nem, hogy a méhet az egy nagy különbség. Ha hozza a idegén freont, vagy ha meg van az a növény, Említettem, hogy a lepszét haristák éjjel permetezték, nyóztú fél háromig, 5-6 órát meveszi az a virág a permetet, azt a mi, ma nem, ma nem hozza vissza a kaptárba, és azt a frérot nem veszi át. Tehát ezt kéne valahol betartani. Jó, ez a permetezés az egy dolog, de mit tudna még ide sorolni? Mi volt az, ami régen jobban, vagy talán épp, hogy rosszabbul működött Ö, mint most? Az, hogy beleférnénk a dolgokba, de itt mindenki. Még, 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 még többet még. És ezzel szemben a méhek közössége, a méhek viselkedése változott a négy évtized alatt? A méhek élete nem változott, csak annyiból, hogy a méheknek rengeteg mindent ki kéne vagy ki kéne kerülni ezeket a farmeteket. De a méhész élete, meg a, amit tudunk, tízszeresen annyi munka van, velet, és naponta kétszer-háromszor méhásba jönni, hogy most látom most megint mi történt, mi történt, meg annyi fajta betegség amiket hoznak ezek a új ölőszedek, tehát a permetek. Szinte nem is tudjuk, hogy mi az, de viszont lássuk, halljuk, hogy a méhek sírnak, potyognak. Valamikor csak ugye a atka vitte a méheket. Most már van tíz fajta kaptalbetegség. Alkalmazkodnak egy icipicit, de azért nem tudnak annyit, amennyit kéne. Mi a legnagyobb jótékony hatása a méznek? Mit gondol? Mindenfajta mézben a alapvető multivitamin benne van emberiség, ha naponta egy nagy kanálú megenne, úgy, mint a Pesgős múltit, meg nem tudom, megvásáljuk a gyógyszertárból, egész biztos, hogy a betegség 90%-a le van védve. És most ugye mindennek a ára mi a méz arra még ott, ahon tartsuk, csak viszont ezek a Ilyet nem is szabadnak kimondani, tehát a mindenféle kukorica szirupból, meg bármilyen műmézből, műmézet csinálnak, hogy mit csinálnak ilyen nagy behozzák, portó, szóval mindegy, hunnét egy kiló mézet, mikor megmondja, egy 3,90 akcióba, meg 3,95, és jövő héten 4,90, aztán megint visszaviszi, itt akkor a méhészek már betegek tőle. Egyetlen egy méz nincs kivizsgálva. A pedig ki van vizsgálva, megfogom a üveget, egy gyönyörűen rá van, nem tudunk megtámolni senkit sem, rá van írva az egész receptúra. 89 cukor, 2 só, kétszázalék, ez az amaz mindenki meg tudja, fordítani a hüveget, apró betűvel gyönyörűen szét van írva, 16 fajta, miből van a méz. Tehát is mézet kezdték kínai valami akármilyen keverni. Tehát ott volt, mit tudom én, 50-50. Most olyan, hogy méz, méz sincs benne. Vannak most már olyan, olyan szupermarketok, tehát valamilyen nagyobb, nagyobb az hogy van benne, igenis van ott méz, de az is megvan valamivel hígítva, keverve legszegényebb mézbe, és amit a méhek hornak be a kaptárba, és megeszem, abban minimum 18-tól 32 fajta vitamin ott van. Visszatekint erre a 42 évre. Milyen érzésekkel ittik hatalmába? Újra belevágna? Meg a fiatal volnék, meg az ennyi tudású, igen, de meg mindig tanulunk, tehát méhész az olyan, mind a pap. Úgyhogy minél többet tanulunk, rájönjünk, hogy milyen se tudunk. Mit szeret a legjobban a méhek közösségében, ha így külső szemlélőként látja őket? No, most mi te... az, ami a legnagyobb csoda? Nekem mi a csoda? Sajnos ebben a világban nagyon kevés a igaz ember. Nagyon kevés a jó barát. És akkor, amikor elfáradok az emberi hülyeségbe, bocsánat, kimegyek a méheim közé, bekapcsolom a rádiót, amit Tetszett hallani is. Még a méhek is másképp viselkednek, zümmögnek, dalulok kint egyet, és nekem az a mé energiát, amit ott adnak nekem, az semmi nem tudja felülmúlni.